hogyha minden rendben van, akkor egy-másfél hét után már be is hívjuk az embereket az előlétire, meg az orvosira, meg a pszichológiára. A térségben folyamatosak a határvadász toborzók, legutóbb a kiskunhalasi közösségek házába várták az érdeklődőket. Itt a sok információ és tájékoztató mellett még a rendőrök, határvadászok felszerelését is bemutatták. Mi a kiskunhalasi mobil toborzó csoport vagyunk, mi a megyének a keleti részét fedjük le, és ezáltal a közkedvelt helyeket, piacokat és az ott lévő embereket akár a munkahelyi központok, foglalkoztatási osztályok által összehívott rendezvényekre próbáljuk tájékoztatni a megjelenőket. A tapasztalatok szerint férfiak, nők egyaránt érdeklődnek a határvadász hivatás iránt. Azt látom, hogy akár a hölgyek is és az urak is ugyanúgy érdeklődnek. Az életkor is teljesen változó, úgyhogy ezt nem is tudom önnek ezt így hatékonyan azt mondani, hogy ez vagy az. Gyakorlatilag 18 és 55 év között lehet jelentkezni, annyi, hogy az 55 évet nem szabad betölteni. Magyar állampolgárnak kell lenni, cselekvőképes embereket várunk gyakorlatilag, és tiszta erkölcsi bizonyítványt kell, hogy bemutassanak. És innentől kezdve egy felvételi eljárás után, miután beadták a jelentkezésüket, részt vesznek egy felvételi eljáráson, ami egy alkalmassági vizsgálat, egy pszichológia, orvosi és egy erőléti felmérőből áll. És ez mindenen túl vannak, akkor már ülhetnek is az iskola padba az egy hónapos képzésükre. A kiképzést követően Kelebia, Bácsalmás, Bácsbukod vagy Hercegszántó illetőségi területén vállalhatnak szolgálatot az új határvadászok. Az egy hónapos után egy vizsga következik, azon túlesnek, onnantól kezdve azt gondolom, hogy talán egy-két nap szabadnak, és utána jönnek hozzánk szolgálni. A toborzón többnyire a feltételekről és az ellátandó teendőkről szoktak érdeklődni, de az is felmerült, hogy kiknek javasolt ez a pálya. Hát aki szereti az egyenruhát, annak tudom ajánlani. Aki egy csapat tagja akar lenni, egy állandó fizetést, biztos jövedelmet szeretne, a határvédelem az ő feladatuk. Lent a határon a két kerítés között, valamint a közvetlen kerítés mögött teljesítenek szolgálatot. Gyalogos szolgálatban, magas figyelőn és gépacsizó szolgálatot teljesítenek lent a határon. A lendő határvadászok nem csak a kihelyezett toborzó akciókon érdeklődhetnek. Minden településnek a kapitányságára, hogyha bemennek, van egy kijelölt személy, aki a toborzással foglalkozik, ő nála tudnak érdeklődni, valamint itt Kiskunhalason a toborzó irodába tudnak bejönni, ott mindenben tudnak nekik segíteni. Jelentkezési lapot adnak, fénymásolásba, bármibe tudnak nekik segíteni, tájékoztatást adni. Emellett a rendőrkapitányságokon és a rendőrség webes felületein is lehet érdeklődni.